meg van még egy labradorunk, úgyhogy előtte cicáim voltak, úgyhogy szeretem az állatokat. Az egyik szekszárdi kutyafuttatóba hozta eljátszani Alice-t, a 7 éves boxert gazdája. Garai Lászlóné számára fontos az állatvédelem, gyakran támogatja a menhelyeket, és az erről szóló online konzultációt is kitöltötte. Az állam támogassa a menhelyeket mindenféleképpen, mert azért tehát ez úgy működik, hogy a lakosság dobja össze úgymond a rávalót, vagy éppen aki annyira szívvel lélekkel csinálja ezt a történetet a kutyusokkal, és ez azért nagy költség. Horváth Zoltán éppen orvoshoz hozta a kiskutyáját. Szerinte csak annak szabad házi kedvencet tartania, aki biztosítani tudja azokat a körülményeket az állat számára, amire annak szüksége van. Megfelelő állattartást a kutyákra is tud, kutya méretől függően azt a környezetet is biztosítani, mert például én nagyon állatkert ellenes is vagyok. De szeretjük, udvara van egy ekkora pici kutyának. És hogyha egy kutya, mit tudom én, ölebb, mint ő, akkor ezt azt úgy kezeljék, hogyha egy kutya pedig vadász, stb. Igenis, akkor menjenek, futtassák, és gondoskodjanak róla. A Pécsi Állatvédő Alapítvány önkéntese éppen egy gazdátlanul maradt kutyához megy. Általában lakossági bejelentésre indulnak segíteni, amiből egyre több érkezik az utóbbi időben, mondja az önkéntes. Nagyon sokan idősek, akik például, akik vagy kórházba kerülnek, és nem tudják tovább ellátni, illetve nagyon sok az állatkínzás magára hagyott kutyusok, akik éheztetve egy láncon vagy lánc végén meghalnak. Február 7-én a kormány elindított egy online állatvédelmi konzultációt. Uvádi Péter, a Nemzeti Állatvédelmi Program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos országgyűlési képviselő szerint már több mint 200 ezeren töltötték ki a felmérést. Azt mondja, a legkiemelkedőbb problémák szerepelnek az online kérdés sorban. Kitűztük magunk előtt a célt. A cél az nem más, mint hogy 5 éven belül Európa élmezőnyében tartozunk állatvédelem területén is, és ezért is indítottuk az online felmérést, ezért indultam el országjáról körültre, hogy a helyi tapasztalatokat is be tudjuk integrálni a Nemzeti Állatvédelmi Programba. Ezek a cselekvések mind a Nemzeti Állatvédelmi Programba fognak megjelenni. Magyarország kormánya közös ügyünk az állatvédelem címmel indított konzultációját március 7-ig lehet kitölteni. Az online felmérésben 13 kérdést lehet megválaszolni, többek között az állatvédő szervezetek támogatásával, az állatkínzás büntetésével, a felelős állattartással, illetve a pirotechnikai szabályokkal kapcsolatban.